A disznófül névre keresztelt robotot finomhangolják a fiatalok a RoboCup Junior versenyén. A legelső RoboCupot 1997-ben rendezték meg a világ vezető egyetemeinek, kutatóhelyeinek és ipari fejlesztőinek részvételével. Akkor még csak az Egyesült Államok, Németország és Japán indított csapatokat, de ma már magyarok is képviseltetik magukat. Ennek junior változata egy évvel később debütált Párizsban, Magyarországon pedig 2007-ben rendezték meg először. A fehér térfél az egyik csapaté, a fekete térfél a másik, és akkor csak fényérzékelő volt, meg labdaérzékelő. A magyarországi kvalifikációs versenyeknek a kezdetektől a Nyíregyházi Egyetem biztosítja az egyik helyszínt. Nagyon nagy szeretettel fogadtuk ezt a versenyt, kezdetektől fogva, hiszen itt a csapatok felhasználják a tudománynak a legújabb eredményeit, hiszen itt olyan robotokkal versenyeznek, amik saját fejlesztésűek és önműködőek. Nagyon érdekessége még ennek a versenynek, hogy itt együtt versenyeznek a felnőttek és a fiatalok, úgyhogy tulajdonképpen igazán ez egy nagyon nagyfokú kutatófejlesztő munka. Az alsó váz az most a héten érkezett meg, az készülőben, és ugye most a felépítményeken dolgozunk, ugyanis a robot az ugye úgy fog felépülni, hogy a mindegyiknek az alsó váza ugyanaz. Szóval, hogyha mi le akarjuk majd cserélni a felső részét, akkor csak négy csavar kell oldani, és akkor bármilyen felépítmény rátehető, amit ugye akarunk. Hiszen célja a versenynek az is, hogy serkentse és támogassa a társadalmilag hasznos robotok, például az ilyen felszolgáló robotok fejlesztését. Sőt, egy különleges távlati célt is kitűztek a verseny életre hívásakor. 2000-ben állapították meg, hogy 2050-re olyan humanoid focista csapatot kell kiállítani robotokból, amely majd akkor megveri az akkori FIFA emberi, FIFA bajnok csapatot, futballcsapatot. És ez aztán egy egyedi cél, és ez serkenti a gyerekeket is, mert hogyha kimennek egy ilyen világversenyre, ahol még az egyediséghez hozzátartozik, hogy együtt van a junior korosztály, meg a felnőtt korosztály, és látják a felnőtt korosztálynak a focizó robotjait, látják a menekítő robotokat, amelyiknek már itt egy utánpótlása lesz itt a mi magyar ifjúsági robotkupánkon. Ennek örülök, mert először van ilyen bemutató, ők már a világversenyen fognak megmérettetni. A szerdán megrendezett nyíregyházi fordulón kisvárdai fiatalok is részt vettek, ők egy korábban elkészített robotot mutattak be. A robotnak 5 darab távolságérzékelő szenzora van, egy előrefele néz, egy-egy jobbra és balra 90 fokosan, és egy-egy 45 fokosan, és 3 darab kamerával rendelkezik. Eközben két másik csapat a futballliga mérkőzéseire állt pályára. Aktív elektronikus labdát fogjuk használni. A ti robotjaitokat már megnéztem, tehát azok megfelelnek a specifikációknak, és akkor a tieteket még meg kell néznem, először is tegyük rá a mérlegre. A verseny célja, hogy idővel a felnőttek és a fiatal generáció mellett az egyetemistákat is bevonják majd a humanoid robotok fejlesztésébe. Az a célja, hogy otthon kisegítse a időseket, vagy akármilyen feladatot ellásson, mert a japánok szerint egyébként a robotgyártás az olyan iparág lesz, mint ma az autóipar, ezt mondják. Bár a mesterséges intelligencia a tudományos, fantasztikus irodalom terméke, jelenleg a számítógép tudomány jelentőségét képviseli, és ma már a tudósok számára is világos, hogy a mesterséges intelligencia a jövő.